Sziasztok, én Muki vagyok, és arra gondoltam, hogy mivel is lehetne legjobban lezárni ezt a nyarat, illetve kezdeni még a hátralévő időt, számomra legalábbis, mint egy jó kis ládanyítós videóval, és nem is egyel, hanem egyből hárommal fogunk majd a héten találkozni. Amit most láttok, az még egy júniusi felvétel, úgyhogy ez egy májusi ládanyítás lesz, és egyből egy rekordot is döntöttem. Nem vagyok rá büszke, de volt egy pillanat valahol rang 17 és 19 ingázása között, amikor arra a döntésre jutottam, hogy én már pedig lecraftolom. Lecraftolom a questet, azt a bizonyosat, amivel lehet is haladni. Igen, valószínűleg páran már tudjátok, ez a rugó quest volt. Mondom, tényleg nem vagyok rá büszke, viszont, mint kiderült, nem ez a legundorítóbb pakli, amivel csak lehet találkozni, hanem az agrodruida. Gondolom ez a matchup kérdése is, de az agrodruidánál undorítóbb dolgot én még nem láttam. Tehát ott nem tudtam nyerni egyet sem. Valószínűleg egy Taunt Warrior veri, valószínűleg talán még a Priest is veri, meg egy Equality Konzekkel még a Pala is veri, de a questrugónak esélye sincs. Jó, hát nem sajnáltatni akarom magamat, illetve a questrugó játékosait, de az undorító volt. Rengeteg Hunter volt most ebben a hónapban, meg egy-két Priest, nem láttam egy Warlockot se. Ha nem játszottam 40 meccset, de szerintem többet, mert a Rugó Golden elkészülésében, mármint ez a portrés dolog, tudjátok, valahol 120 vinnél járok, és azt hiszem összvisz volt 20 vagy 16, úgyhogy játszottam egy párat, és nem volt egy Warlock sem. Nulla. Kiirtották az egészet a ranglétráról. Szóval ezt egy kicsit azért szörnyű volt látni. De hát ez van majd, talán a következő patch-el visszatérnek a játékba. Na nézzük akkor azt a ládát. Igen, és tadá! Szóval, mint említettem, ez egy ilyen rendhagyó dolog, mivel eddig rank 7 volt. Rank 7 vagy 8 volt a rekord, a maximum, amit elértem. Az is hóvégén volt, ezt az 5-öt is úgy sikerült összehoznom valahogy, hogy hó leges legutolsó napja előtt. Háromszor álltam úgy, hogy 6, rank 6 és 3 csillag, tehát már csak egy vére voltam attól, hogy végre belépjek a rank 5-be. És mindig vesztettem, ott aznap éjjel visszamentem egészen 8-nak a feléig, mondom, hát ez lehetetlen, azért még az utolsó nap megpróbáltam, és sikerült. Elértünk idáig, úgyhogy ez most valószínűleg egy nagyon-nagyon egyedi alkalom, úgyhogy izguljatok velem. Ooh, yeah! Itt van 5 szép láda, ha minden igaz, akkor ebben van a hátlap. Igen. Ooh, ez nem is rossz, New Season Cardback. Samwell. Nem is néz ki rosszul. Ebben van a Dust? Talán? Ugye? Igen. És akkor elvileg így növekvő sorrendben jönnek az értékesebbnél értékesebb lapok. Jó, Abusing Sergeantből szerintem megvolt a 2 gold. Jó. És akkor ez elvileg egy Golden Epic lap. Golden Epic lap. Na, hát nem is tudom, mi lenne most jó. De mindjárt kiderül. Ez minden esetre jó, de szerintem talán ebből is megvolt a 2 gold. Hogy eddig Dust. Na nézzük. 3, 2, 1. Brawl! Azt a rohadt! Már, bocsánat, de... a Brawlt azt nagyon-nagyon néztem annó. Mert ugye Warriorral játszottam egy csomót, abból már meg is van a Golden Portré. És néztem, hogy a Brawl az iszonyatosan jól néz ki, de mivel, hogy ugye Epic lap, ezért azt hiszem 1600 dustba kerül egy sima Golden Epic lap legyártása. Ez nagyon állat. Na jó, hát így azt kell, hogy mondjam, hogy megérte az a küzdés, amit itt lenyomtunk ebbe a hónapba. Ez nagyon jó. Golden Brawl, az cool. Na nézzük, 20 csillagot kapunk, és 17. Tehát ha valaki lemegy legendbe, az is úgy 16 környékéről indulhat, talán. Érdekes. Ó, most a barátokkal meg lehet csinálni a questeket. Na, az cool.
És akkor még ugorjunk be ide. Golden Brawl az 5 lapnál lesz. Aha, ebből még nem volt. Kis akadás. Ahó. Sazdaszt. Igen, bete van pár paklimba. Ó, ez állat. Ez nagyon jól néz ki. És a többit az kasszul ki. Hopp, igen, mert nem. Mert én vagyok a hülye. Tudom én. Na jó van, lesz egy manánál. Igen. Nem, most lett meg a második. Ja persze, mert ez a lap nerfelve volt, és akkor szét is diszencsántoltam őket. Emlékszem már. Jó, megvan a két Golden Abusing Sergeant. Az klassz. És... Segítsetek már, mi volt a második lap? Ja, az a négy manás volt, ami megkajálja a saját lapunkat. Na várj, akkor átmentünk rajta. Jó, csak a Golden, négy manás. Ez volt az. Igen, és itt van, hogy három darab van belőle, és 50 dustot kapunk érte. Cool. Ez is egy jó lap. Na, akkor. Köszönöm szépen a mindenkinek, hogy itt volt ezen a héten, amint említettem, még fogunk találkozni párszor, amikor is ugyanis így időt ugrunk, és egy-egy hónap eltéréssel kinyitjuk majd a többi ládát. Majd hétvégén még meglátom, hogy következik-e valami, vagy sem. Úgyhogy mindenkinek további szép napot, jó játékot, további jó nyári szünetet, és a füles, ez még a régi. Ez még a szar füles. Az, avval kapcsolatban még majd jövök egy másik videóval, úgyhogy tényleg mindenkinek további szép napot, jó játékot és további kellemes pihenést. Találkozunk legközelebb. Szevasztok!